Sziasztok, ez itt a Bögrös Atonin, Balázs vagyok, és folytassuk a dél-spanyol Let's Play sorozatot, a legutóbb abba hagytuk, ugye itt vagyunk mi, most már van nekünk egy hercegségünk, Izbilia, szóval most a herceg vagyok, és nekimentem ennek a csávónak, akinek 1600 katonája van, hogy megszerezem tőle ezt az egész részt. Nagyon jó lesz. Ez most jelenleg a Na mindegy, szóval az, ami nem tudom, hogy... Tehát így, én spanyol viszonyok között gondolkodom, és ez nem tudom mi. Melyik terület? Madrid, de hogy... Nyilván nem Madrid, na mindegy. 145 casualty, azt szerintem belefér, hogyha sikerülne ott elkapni. De azt beáldoznám őket. Igen, 145-en meghalnak, de ez egy fontos csata lesz. Hát rögtön belevágtam itt a lecsóba. Várj, ő miért jobb, mint a másik? Minimum battle roll, friendly fatal casualties. Itt azt írja, hogy 5 nap múlva csata, és probably win. Hogyha kilecserélem egy jobb tábornak, akinek ráadásul Holy Warrior-ja is van, és ugyanúgy reckless, nem, mert cautious, ez cautious, ez reckless, akkor már is rosszabbul teljesít a csata. Akkor már chances are even. More commander, soldier. Igen, hogyha ezt jelölöm ki, akkor meg kapunk egy plusz 5 better army, more commander trace-et. Lehet, hogy csak simán azt nézi. Nem, itt is megvan. A better, ami különbség, az a better army commander, ami nem tudom, hogy miért. De oké, akkor maradjon a 15-ös ott. Másik oldalon is 15-ös van, szóval lehet, hogy ez így nem lesz jó, de szerintem egyébként csak ez simán rosszul van. Rosszul van betanítva a játék. Tehát szerintem hülyeséget beszél konkrétan. Meg is hát az első felajánlás, hogy segítenek nekem egy kis pénzért, erre nincsen szükségem. Remélem, hogy nem ajánlják föl neki is. 32 forintja van, szóval valószínűleg nem tudná elfogadni sem. Ez az első csata, ez nagyon fontos, ugye minden szempontból. Ezt most sikerül lehozni. És akkor... hát 7 hónapig most itt ostromlunk. Átjöhetnék ide. De szerintem akkor maradjunk abban, hogy ezt itt megosromoljuk. Ugye ez itt egy 3-as erőd, ez egy 2-es erőd, tehát ez kicsit több lesz, mint 7 hónap. De most akkor maradjunk itt, és közben pedig várjuk, hogy esetleg visszajön-e. Ha visszajön, valószínűleg csak megkerül, és lejön mondjuk Mórába ostromolni, vagy akár Cabrába is, ami nekem jelenleg nem probléma. Nyugodtan menjen, én most ezt meg fogom nyerni, ezt az ostromot, ez egészen biztos. És hogyha ez meg lesz, akkor azt hiszem, hogy azért fontos, mert akkor már létre tudjuk hozni... nem. Azt hiszem öröklés miatt csináltam ezt, vagy indultam ezért, mert meg azért, hogy Kurtuba ellen nagyobb esélyem legyen. Mert hogy most ezek a területek annyira sokat nem... nem abban az irányban vannak, amerre én terjeszkedni fogok, meg terjeszkedni szeretnék. Tehát van két fiam, mindegyik egyenlőre countykat örököl, vagyis három fiam. Ja igen, itt van ez a... elfeledkeztem már róla. Vagy itt van ez a problémás ember. Igen, kérlek egy kis control level növekedést, köszi szépen. Szóval ő, a 29 éves leprás srác, aki amúgy nem lenne borzasztó, mert a számai amúgy jobbak összességében, mint a második fiamnak. Bár talán a harmadik fiam a legjobb ilyen szempontból. Jó, a kontrollt nem tudjuk tovább növelni ott, ahol eddig növeltük. Menjünk vissza Izbiliába, mert ott viszont lecsökkent az előbb egy eseménynek köszönhetően az előző részben. Szóval ők most itt ostromolnak, bemegyünk, megverjük. Megszerezzük ezt, és akkor ez az egyik fiam, aki kiörökli ezt a területet. Grófsággal, hercegséggel, mindennel együtt. Istenem, ez van, legyen. Viszont akkor rá nem kell, tehát ő nem fog elvenni a korterületek közül örökléskor a testvérétől. És ez nekem alapvetően megéri. És illetve, amíg még én élek, 51 vagyok és jó az egészségem, amíg még élek, addig pedig megpróbáljuk behúzni Kurtobát is, Jaiant is, mert kell Andalúzia. Andalúziához 3 terület kell, ebből most, tehát ott tudnék szerezni 2-t, és akkor még a Battle Lives-ot még egyszer meg kéne verni, miközben meghalt az udvari gyógyászom. Terrible az udvari gyógyász. Hát ez remekül hangzik. Esetleg valakit tudunk keresni? Hát ha. Jó, megint megvanom a seregét. Ez így egy 52%, ezzel nem sokat nyertem. Talán, igen, egy renszomálható embert szereztem. Na, jött is 2 court physician.
udvari gyógyász. Hát a 10-es az jobb, de nem sokkal. Szóval igazából nem tetszik egyik sem. Tehát ilyet én is tudok. Ez nem vünk sokkal beljebb, közben 30-zal annyit kiengedem őt. És azt nézem, hogy itt megjelent csak egy szövetségese a barátunknak, és kezd lejárni a szerződése a mörköknek, amit el is felejtettem, hogy az egy dolog. De most, domain limit plusz 2, ez most nagyon jól jön. Szóval amíg azelőtt kéne egy csatát vállalni és megverni ezt az embert, mielőtt hazamennek a legények, 5 hónap van még hátra. Szóval domain limit plusz 2 az azt jelenti, hogy az itt megszerzett területeknek a jelentős részét meg fogom tudni tartani saját kézben. Tehát növekszik a pénzem, növekszik a hadseregem is. Tehát minden is növekszik. És ez alapvetően jó lesz. Egyébként ez most ilyen szövetséges? Nem szövetséges, akkor... Milyen ember? Na, szerintem itt most konkrétan az, hogy valaki besegített neki. Tehát emlékeztek, hogy mondtam, hogy ez egy ilyen dolog? Egy ilyen mechanika? Szerintem most konkrétan valaki felajánlotta a segítségét. Ő biztos, hogy csak ezt nem látjuk. Vagy igen? Ja, de... Itt nem írja a szövetségesek között. De itt benne van a háborúban. Ott van. Lehet, hogy azóta szűnt meg a szövetségük. Tehát még ő bejött a háborúba, de időközben megszűnt a szövetség. Mert felbomlott a házasság, vagy valami ilyesmi. Simán benne van a pakliban. Mennyi 50 nap? Mennyi a mörk? 650, tehát elvileg még azzal is... Elegen leszek, közben összeszartom magát a játék kicsit. Oké, itt maradt, meg is van, nem is kell bevenni az utolsó területet, hanem elkaptam a... Te mi vagy, emír? Az emírt elkaptam, és akkor így... Közben Malaga is bekerült, bejött a háborúba. Tarif of Batalize will be destroyed after the war. Oh no, anyway. Jó, ez nagyszerű, és akkor megszereztem ezeket a területeket, és szereztem egy új vazalust magamnak. Ő egy befolyásos vazalusnak tűnik. Az én börtönömben van. Tudok, mondjuk el tudom venni tőle a címét. Ó, nem derül ki. Vagy nem jó műhelyen keresem. Szerintem itt van Revoke Title. Alacsony a Crown Authority, és nem is tudom feljebb vinni, amíg nincsen kifejlesztve. Oké, jogos. Szóval akkor nem tudom, akkor maradj egy ilyenre börtönben, és így 10/8-on vagyok. Most ugyanakkor az öröklés, hogy... tehát és senki nem kap hercegi címet? Pedig Confederate Partition, miért nem írja, hogy valaki megörökli a hercegi címet? Obligation invalidated. Granted, Gazi Sats obligation has been invalidated. Ó, és meghalt egy fiam. Aid. Ő a legkisebb fiam volt, nem? Végül is jó, csak rossz. De hogy halt meg? Már mint rossz, csak jó. Ő úgy halt meg, hogy belehalt a sebesüléseibe. Hát ez több, mint szomorú. Viszont egy kicsit egyszerűbbé vált az öröklés. Meg a minden is. Hiszen innentől kezdve... Ezt a területet megkap... Na, megkaphatnám azt, köszi. Szóval ezt a területet megkapja itt majd az egyik fiam. Ugye itt létrehozom majd tehát ezt a hercegséget létrehozom. Vagyis uszurpálom 250 forintért. Ez megvan, és akkor most van két ugyanolyan címem, ami azt jelenti, hogy az egyik, az menni is fog ennek a fiamnak. És ezzel szerez egy erőteljes szövetséget. Igen, csak azokat kapja meg, tökéletes, és minden más pedig marad itt. Jó, azt nézem, hogy Alarcos egyébként nagyon egymagában van itt, és az viszont már jó helyen van, tehát akár mostantól kezdve... ja igen, mert ez volt a régi Balajavaz, vagy micsoda. Szóval mostantól kezdve, amit hódítok, az mind... és nem ebbe a hercegségbe esik, tehát ez már kész van ez a hercegség. Ezért bármi más hódítok, szerintem az elsődleges örökösöm kapja meg. Még ezt is megtarthatja ő. Szóval igen, felment 2500-ra seregem száma. Kicsit sok most a területen, meg kell nézni, melyik azok, amiket kiadhatunk másnak. Például én simán odarakom a fiamat. Vagyis nem. Ide kellett volna rakni a
fiamat. Várj, a fiamnak is levágták az arcát? Ez a leprás fiam, vagy a másik? Ez a másik! Te jó ég! Wounded, disfigured, fornicator, oh boy. Ja, és akkor, aha. Vissza tudok-e tőled venni egy földet? Tehát ezt vissza akarom venni, és helyette ezeket akarom odaadni neked. Ahhoz így mit szólnál alapvetően? Úgy gondolom, hogy muszáj lesz rárakni egy claimet. 6 év. De jó ég. Beszok, hogy a téritek. Az csak 8. Szóval... Jó, oké, összeszedem magam. Mindjárt minden rendben lesz. Ki kell osztanom földeket, ez biztos. A 0 control 8-as development, 25 control 9-es development, 0 control 10-es, 6 control 3-as. Tehát Caceres biztos, hogy mehet valakinek. Egy ilyen randónak igazából szeretném én adni ezt. Te Muvaladi vagy, Mursuid, igen, Andalúz, nagyszer embernek tűnsz. Jó, te megkapod ezt. És esetleg feljebb tudom lőni. Nem, mert meg is manage domainen vagyunk. 98. Meghalt egy lányom is. Kivégeztette az emír. Ó, oh, csak nem megcsaltad. Oh boy. És ezzel én kritikus lett a stresszem. Amit nyilván hasissal fogok elmulasztani. Tehát itt van Merida, Medarin és Musama Batalavais. Hát ezek közül... Hát ez mozarabi. Jó, odaadom Meridát valakinek. És ezt adnám most a fiamnak. Ennek a fiamnak. Hogyha vissza tudnám tőle venni a már meglévő földet. Tehát azt mondom, hogy revoke title. Nem tudok revoke-olni. Igen, 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 mindig elfelejtem, hogy nem tudok revoke-olni. Na mindegy. Akkor csak odaadom valakinek, gondolom. Dulafnak. Ő Asari. Ja, Asari-nak kellett volna adni, ezt nem Muvaladinak. Na mindegy. Így, és akkor én most határon vagyok, 8/8. És így fel fog kattogni 3000-ig a hadseregem, amint a kontroll maxon lesz. Aki a fiam szeretne kémmester lenni, végül is lehet. Csak figyeljen apura. És elvált a fiam a feleségétől. Oké, szerez létszés egy új feleséget, mert egyelőre nem vagyok túlságosan nyugodt annak kapcsán. 118 a legjobb? Wow. Szóval nem vagyok túlságosan nyugodt annak kapcsán, hogy te igazából nincsen trónörökös. Házas vagy azzal, akivel akarsz. Most tudod, hogy megengedem neked. Egy ranszomálás van itt felém. Getsz a V-cook. Nem. Ilyet nem. Köszi. Köszi, de nem. We can create a kingdom of Badahoz. Ó, létre tudnám hozni a Badahozi királyságot. Ez tök megható, meg nagyon jó, de én azért csak erre mennék, Andalúzia felé. Ezzel a sráccal Mizu, ő viszonylag sokan van. Nála van az az artifakt, amit el akartam lopni a múltkor. Conquer Duchy, és hogyha ez meg lenne, akkor lehet, hogy meg is lenne az Andalúz cím. Nem, mert az is csak két területet ad. Még kéne ő. Meg hát Cordoba, tehát azért Cordoba nagyon nagy szükség lenne rá. Miről, hogyha kihívnám egy... Nem tudunk úgy játszani, hogy földre. Pedig mikor a poén lenne már, hogy felrakjuk mind a ketten a telkeinket, és akkor aki nyer, az viszi az a telket. De hát ha nem, akkor nem. 3100 sereg, tehát azért az szép. És akkor... Most az van, hogyha most meghalok, akkor ez az egész kiválik. És ez is. Mert az már alapból a fiamnál van. Na, megházasodott mind a két fiam. Az egyik elvett egy földönfutó Muvaladit. GG. De legalább, értedek, hail. Tehát, hogy így fizikailag rendben van. A másik elvett... Na, ő legalább szövetséget is. Vagy mi? Miért írja itt az Allied to... és a férje? Ez furi. Valaki lehet, hogy meg akar ölni engem. Vagy legalábbis valakit meg akar ölni az udvarban. Mizu veled?
Te is Andalúziához tartozol. És nem tudom, te mióta vagy itt. De van egy olyan tippem, hogy lehetnél akár alattam is. Mert mint, na mindegy. 326 serege van, szóval meg vagy 10 forintja. Szóval nem számítok túl nagy ellenállásra. Ezt is majd oda kell adni valakinek, ezt a földet. Nem tudom sajnos megtartani. Mennyi csabla a fejét. Az Andalusz király, vagy az Asturiasi király akar nekem segíteni. Az... azt nem teljesen értem. De biztos, biztos van logikája a dolognak. Na gyerünk, üzd le. Érezze a törődést. Hát ha ennyi elég lesz a háborúhoz. Nem volt elég háborúhoz. 3 évig ostromoljuk Granadát. Ja igen, ezt néztem az előző részben is, hogy ez ilyen nagyon durva erőd. 3 év, te jó ég. A sereget az a főnök vezeti? Nem, egy polgármester. Szóval akárhányszor jön nekem, nem lesz vége a háborúnak ettől hamarabb, mert nem tudjuk elkapni őt. A sejket. Mert ő egyszerűen nincs benne a háborúban, így fizikailag. Az Abbadot ugye ki tudnám engedni, de ő a vazallusom, úgyhogy nem. És stackpipe-oltam is 50%, de hogy ettől függetlenül ki kell várni ezt a 3 évet most. Már van egy ostromtábornokom, az mondjuk most elég sokat jelenthet. Na már is csak 2 év. Haladunk. És akkor a békém is majd itt véget ér, akkor arra megint rámehetünk. Persze mondhatjátok, hogyha létrehozom itt a Badahoz a királysági címet, akkor már most megakadályozhatom azt, hogy szerte hújjon a birodalmam. És ebben végül is van valami. De nekem tetszik az elképzelés, hogy most megpróbálom nagyon konkrétan arra rámenni, hogy legyen egy szép, magas királyságunk. Az Andalusz királyság, és semmi más. Én próbáljuk meg megegyezni a kőművesekkel, vagy küldjem a félkező embert. Várj, nem is, hogy félkező. De szerintem félkező. Nem vagyok benne biztos. Nem írja, hogy félkező lenne. Szóval valószínűleg csak ilyen bénán áll. Megpróbálok én megegyezni. 135 aranyat veszítek legrosszabb esetben. Miközben azért van jó pár prisoner, akit mondjuk ki lehet engedni, például téged. Meg téged. Oké, 70 arany, az nem egy rossz megállapodás. Building construction, stb. Stb. És ez Cadizra vonatkozik. Ez az építkezési olcsósítás. Tehát most akkor érdemes Cadizban építkezni, igaz? Mert van itt ez a Cooperative Stone Masons. Construction time minusz 25%, construction cost minusz 10%. 10%-kal olcsóbb, és 25%-kal gyorsabb. Ez nem a fiam, de a fiam. Oké, kiderült, hogy nem, hát az unokám, ő az unokám, nem, várjatok, az derült ki, there's no comment, emir masodó, hogy ez brute forward evidence, tehát az emir hozta, ugye ő, ez az emir, a bajai emir hozta a bizonyítékot, vagy emir, hogy Anwa, aki papíron az unokahúgomnak a fia, hanem a fiamnak a fia. Tehát neked az unokatestvéred ő. Tehát gyakorlatilag az unokatestvéredekkel fel... Oh, Istenem. Jó, nagyszerű, királyok vagytok. Hamar elkezdődik összegabba jönni a családfa. Ez család koszorú lesz már a végére, nem is családfa. Micsoda jó steward. Jó ég. Ő ér dolgokhoz, meg minden. Kezd valahonnan megint szerzett sereget. Még mindig 14 hónap az ostrom, tehát mindig egy hónap, vagy egy évben vagyunk. Egy éven túl. Amúgy szerintem nem lehetetlen az, hogy meglegyen most ebben a részben. Vagy ezzel az uralkodó alatt, hanem is ebben a részben, de ezzel az uralkodóval meglegyen a királyság. És akkor már lehet ilyen, értetek, udvarunk meg minden. Most behúzom ezt, utána esetleg Malagon. Malagonnak van 2 szövetség, az egyik sajnos ő. 3200-an vannak együtt, és még akkor van még egy 66-os, ami annyira nem durva. De hogy innentől kezdve nekem, ha ez megvan, már csak 2 terület kell.
Mindegy, hogy őt támadom meg, vagy őt, mert hogy neki, nem mindegy, mert neki még van egy csomó másik szövetségese is, Baja például. Tehát akkor érdemes lenne Malagont megtámadni érte, azért a szükséges két területét, és létrehozhatnám az Andalusz királyságot. Azzal már. Csak azt meg kell nyerni, ezt a háborút. Van 84 forintja, 1700 embere. Nekem ugye 2840 emberem van, ami elvileg 3339. De azt hiszem, az a szám, amit itt mutatott a totalben, az az, hogyha maxon van a... vagy a feltételezi, hogy maxon van mindenhol a kontroll. De hogy ez távolról sem igaz. Tehát nem is lehetnénk távolabb az igazságtól. Itt a kontroll oké, 100, de itt 59, itt 8, baromi sok munka lenne még itt a kontrollal azért. Oké, még mindig jó az egészségem, és 10 hónap van hátra. Tényleg meg lesz ez a 3 év. Amúgy jó, nem lesz meg, 15 hónapja tart a háború. És elvileg meg lesz 10 hónap, 8 hónap múlva, tehát az egy szűk 2 év igazából. Nem panaszképpen mondom, csak mondom. Az animal figure, azt így néha meg kell javítani. De ugye ez mindig azt fog érni, hogy, alacsony a durability-e. És nem fogok állandóan 75 forintot küldözgetni rá, tehát nincs az Isten. Mi a magyarokkal? Árpád abszolút csád, 59 éves, és nagyon jól vereti. Megszerezte Visegrádot, és át is rakta oda a fővárosát. Viszont azt hiszem, hogy nem válhatnak ténylegesen magyarokká, Hungarianné, addig, amíg nincs meg az egész Kárpát-medence. Szóval nem tudom, itt mennyire segítik itt a scriptek, valószínűleg semennyire, vagy mennyire van benne az AI-ban ez, valószínűleg semennyire, de hogyha benne lenne, az tök jó lenne, és akkor így tudna róla, hogy hello, kám, itt van meló ezzel a dologgal. Jó, most már megveszem az építészt, plusz 2 stewardship, az nem elég semmire. Ugyanúgy 8x8-on maradok, nyilván több a bevételem meg minden, de emiatt nem lehet több holdingom. Sajnos. Sheikh Dulaf közben a barátom lett. Ő az egyik vazallusom, ráadásul befolyásos vazallus, szóval ez elég jó hír. Mert így viszont nem kell beülhetnem a tanácsba. Mert amúgy szeretne beülni, de így nem kell beülnie. Bár 84-en van, vagy 64-en van, tehát 8 alatt. Lehet picit érdemes szvéjelni. Amúgy én is meg tudom őt kérni, hogy segítsen. Request Contract Assistance. Tehát nem csak az van, hogy várható ürhetek a seggemen, hogy át valaki segít, és felajánlja a segítséget, hanem ténylegesen megkérhetek emberkéket rá. Ezek az öngyilkos támadás csiszkó kedvenceim. Közben a kuzenemet letartóztatták. Ez milyen háború, ami Kurtobában zajlik? Ja, és rögtön kéri is, hogy engedjem ki. A fiam tartóztatta le? Nem, én tartóztattam le. Ja nem, várj, az kéri, hogy engedjem ki valaki. Nem. When the race voice in my equation, in after I mean, something must be done. Állna vitatkozik abbad, és ja, az a fiam, és az ember másik vazolosom, aki bejött van, állna vitatkoznak. És igazából megpróbálok segíteni rajtuk. Sikeres volt. Nagyon jó. De hogy miért megy le a fiam a börtönbe? Tehát, hogy a házhoz megy lóért konkrétan. Low control. Medellin megkapta a Lekos Sheriffst. Legjobb módosító. Itt is van. Azért van másik probléma is itt. Elég sok probléma. Priesthood Slaughtered meg hasonlók. Ezek nem annyira poénok. Közben nagyon durván megette az attrition a seregemet. Nem kellett volna itt parkoltatni, tudom, nem kellett volna itt parkoltatni őket 2 évig. Hát most már ez van. Most már ott voltak parkoltatva. Hallottam egy jó sztorit, nagyon tetszett, a végén tapcsoltam is. És viszont nagyon megsérült a Move Team, aki... A Move Team mit csinál? Egyébként... Ő valami udvaronc. Ő a vallási vezető, a mufti? Komolyan? Ne durva. Jó, te is kimertsz a börtönből. És a granadát oda kéne adnom valakinek, igaz? Illetve hát létre tudom hozni most már a granadai hercegséget itt, csak szerintem az fölösleges. Most hogy alakul az öröklés? Igazán volt az előbb?
Igen. Még mindig csak azokat kapja meg, amik a hercegsége alá tartoznak. Az nagyon jó hír. És nem néztem meg végül, hogy itt milyen háború zajlik. Van egy ilyen Malagonese Clash. De most akkor én például, ha rátámadok, akkor nem kell olyan sok de nagyon sok emberekkel megküzdenem. Meghalt a feleségem. Az azért baj, 102 stresszet veszítettem, mert bejött a barátom és rám nézett. Szóval az azért nagy baj, mert ő nagyon-nagyon jó volt a stewardship dolgokban. Na mindegy, szerzek egy másikat, aki jó az ilyesmikben. Várj, hogyha őt kérem, akkor is jó. Jó. Mert hát, ha ő tud segíteni, esetleg 9-ig felvinni a domain limitet. Hát ez is csak 8 lett, igen. És sajnos várható volt. Na most, én Grenadát nagyon szeretném megtartani. 14-es, oké, a kontroll az alacsony. De 14-es terület, development, akkor már odaadom Medellint valakinek. Inkább nem. Valami randónak. Mondjuk neki. Aki zérót, tehát lehet, hogy még el is kezdi téríteni. És így a második fiam így tényleg ilyen minimálisat fog örökölni. Tehát, hogyha az elsődleges örökösöm, mert így oda akarok majd menni, hogy izé, figyelj már, akkor minden további nélkül megteltem. Oké, itt ha téged támadlak meg, Challenge to board game. Te a marsallom vagy, és én vagyok buta. Annyira nem egyébként. Jó, elfogadom, sakkozzunk egyet, úgyis csak ilyen barátságos. Na most ő, amiben nagyon jó, ő inkább ilyen marsall, szóval ezek marsallt fog alkalmazni. Én, ugye a stewardshipemben nem megyek semmire, sőt egyik trétemmel sem megyek semmire igazából. Úgyhogy menjünk a learning-essel. Szerintem... Oké, most ez senkinek nem jelentett előnyt. Akkor most megyek az intriggel. Jó. Úgy teszek, mintha tudnám, hogy mit csinálok. Most megpróbálom a marsall, de azzal biztos, hogy megver. És azt hiszem, hogyha most nem... Valamiért vezetek amúgy. Ha most nem történik semmi, akkor hirtelen halál lesz. És valahogy megnyertem. Nem tudom, hogy hogy. Nem értem ezt a játékot, ezt a sakk nevű dolgot, ez nekem bonyolult, de megnyertem, és ez az, ami igazán számít. Szóval, hogyha téged megtámadnálak, az volt a kérdés. Jó, ez szerencsére nem az én fiam, hanem a lányom fia, tehát az unokám. Akkor 2800 emberrel kéne szembenéznem, ami igazából 4400. Veled fogadjunk, hogy nem járt még le a béke. Nem, mert még van még bőle 15 hónap. De ez az egy terület, ez kevés is lenne. Az a baj, hogyha le akarok csapni Malagonra, akkor most kell csapni Malagonra. Most, hogy benne van egy durván vesztes háborúban. Vagy, ugye megverem Alarcost. Nagyon egyszerűen. És aztán utána Alarcos nem tud segíteni Malagon, mert így is csak 72 emberrel tud segíteni, szóval igazából nem osz, nem szoroz. Az, akiren háborúzik, annak mennyi embere van? Annak van 3900, na azzal nem kéne szembe kerülni. Tehát akkor már érdemes megvárni a békét, mert hogyha most neki támadok, akkor elképzelhető, hogy ezzel a sereggel is összeakadok. Az meg nem hiányzik aztán senkinek. Oké. Akkor az lesz, hogy Malagonba megyünk következőnek. És utána, hogyha már Malagonnal nem lesz a szövetségese a Kurtubának, akkor Kurtubára is rámehetünk. Csak most neki nagyon sok szövetségese van, 4600 az ő sereg mérete. Azért az nagyon nem mindegy. A kontrollt most növelem valahol? Nyilván nem. Granadába kezdjük már el növelni, léci. Mert ez egy nagyon értékes tartomány, és ezt jó lenne a jövőben is megtartani. 14-es development, főleg mert borzasztó jól védhető. Itt van az Alhambra, Fortress Ruins, úgyhogy Defender Advantage is. Zseniális. Zseniális egy hely. Mindig is ott szerettem volna élni. Vagyis nem. De most jó lesz egynek.
Köszönöm szépen a figyelmet, ennyi volt ez a mai rész. Innen folytatjuk a következő héten, holnap után. Nem, a következő részen, holnap után. Sziasztok!